Bőséges volt az elmúlt időszak jogi témájú könyvtermése, ráadásul valamennyi kiadványt a Győri Egyetem oktatói szerkesztették vagy írták. Egy egyetemi oktatónak nagyon szép feladata az oktatáson túl a tudományos diskurzusban való részvétel, hogy a tudományos megközelítéseket, a tudományos álláspontokat a hallgatókhoz, és egyébként a laikus érdeklődőkhöz, az egyszerű állampolgárokhoz is közel vigye. Én azt gondolom, hogy ezek a könyvek, amiket kollégáink írtak, szerzőként jegyeztek, vagy szerkesztett kötetek, azok nagyon alkalmasak arra, hogy általában a sajtóból néha ilyen kicsit bonyolult jogi nyelvezetet a köznapi nyelvre lefordítsák, és az egyszerű jogkereső állampolgárok számára is olyan információkat közöljenek, amik hozzájuk is kicsit közelebb hozzák a jogi problémákat, a jogi megközelítéseket. Az itt bemutatott könyveknek a nagy része az oktatásban is érvényesül, tehát ott is oktatjuk ezeket, a hallgatók ezekből is készülnek fel, ezekből ismerik meg, és ezekből tudják az új kódexeket, az új jogi normákat. Az eseményen alkotmányjogászok, jogtudósok és a jogot a hétköznapokban alkalmazó szakemberek mutatták be. A világban nagy változások zajlanak, és ennek a változásnak a lényege, hogy például a jog átpolitizálódik, és a politika meg egyre inkább jogi metszetet ölt, tehát a viták azok mind-mind jogi nyelven jelennek meg. Le kell fordítani a jogot az egyszerű emberek nyelvére is, és a jog azért jött létre, és az alaptörvény is azért működik, hogy megvédje az ember méltóságát. Lenkovics Barnabás könyve arról beszél, hogy ő mint ombudsman is, és mint alkotmánybíró is, falusi származású emberként a földvédelmében hogyan próbálta az emberek jogait védeni. Dr. Stumpf István mutatta be Lenkovics Barnabás könyvét, de saját angol nyelvű publikációjáról is beszélt, amelyben a magyar alkotmány változásait foglalta össze. Az én könyve meg arról beszél, hogy szükségünk van az államra. Mégpedig intelligens, aktív és erős államra van szükség, de ez egy korlátozott állam, mégpedig az alkotmányos szabályok által korlátozott állam, tehát nem tehet meg mindent. Viszont egy olyan világban, ahol a gyors cselekvőképesség rendkívül fontos, itt az államnak meg kell adni a felhatalmazást arra, hogy válságokra gyorsan tudjon reagálni. Egy nemzet akkor tudja magát sikeresen megvédeni a külső hatásoktól, vagy valamilyen értelemben saját cselekvési pályán állítani, hogyha van egy erős, gyorsan cselekvő állama. Én amellett érvelek, hogy mindez persze alkotmányos vitákkal zajlik, de az állam vegye tudomásul, hogy neki is alkotmányos korlátai vannak, amit éppen az alkotmányozó hatalom teremtett meg. A rendezvényen bemutatott kiadványok többsége nem csak az egyetemisták számára hozzáférhetők, azokat már könyvesboltokban is megtalálják az érdeklődők.